EKG gépet kapott a Magyar Kanizsai Egészségház. A következendőkben nagyban segíti majd az egészségügyi dolgozók munkáját, főleg a COVID rendelőben, ahol még fontosabb a minőségesebb betegellátás. Nagy örömünkre szolgált, hogy felismerik a COVID rendelő szükségleteit, és egy privát cégtől, Telek Paprika Kft-től 120 000 dinárt kaptunk EKG készülék megvásárlására. Az EKG készülék, tehát elektrokardiográf, nagyon fontos az elsődleges diagnosztikában, és nagy örömünkre szolgál, és nagy köszönetet tartozunk nekik, hogy biztosították ezt a készüléket, amivel minőségesebbé tudjuk tenni az ellátást a COVID rendelőben. Nagyon sokszor megmozdulnak a helyi közösségek, illetve különböző kisebb cégek, és igen, kapunk néha, és nagyon jó példa ez, amikor egy ilyen helyzetben egy magáncég, illetve magánszemélyek is szoktak, mikor meglátja a szükségleteinket, megkérdezi, és fordít arra eszközt, hogy ebben a községben sokkal jobban legyen az ellátás. Most pályázunk többféle eszközre, amit tudunk, hogy egy mentőautó fog érkezni idén a tartománytól, illetve kétnyelvű biltenekre is eszközöket kaptunk, tehát azt jelenti, hogy információs lapok, egészségtájékoztató lapok magyar nyelven is lesznek, illetve pályázunk egy ultrahang készülékre a nőgyógyászatra, reméljük, hogy az is sikerül az idén megvalósításra, illetve az önkormányzat 2 millió dinár eszközben rászánt a Magyar Kanizsai Egészségház röntgenére, hogy egy teljes javítást elvégezzünk, mivel hogy a röntgengépünk most maximálisan ki van használva, és sajnos már kezd elromlani az eszköz. Az intézmény 3 árajánlat közül választotta ki a legjobbat. A készülék képes arra, hogy 12 sávban mutassa a szívritmust. Éppen az alapellátásban, tehát mindig is szükség van egy rendelőbe EKG készülékre. Ugye itten jönnek idős betegek is, krónikus betegek, szívbetegek, tehát itten őnekik meg kell csinálni, tehát a többi vizsgálat mellett, a röntgen, a labor, a vizsgálatok mellett, tehát ez is egy alap eszköz. Az alapfelszerelés az tehát tulajdonképpen megvan, ami a legszükségesebb, ugye nálunk nincsen CT, ami esetleg még szükséges lehet a komplikáltabb eseteknél, vagy a nehezebb formá, nehezebb lefolyású eseteknél, de hát az ugye nincs, tehát az alapdolgok azok megvannak. A Magyar Kanizsai Egészségház már több alkalommal részesült donációban. Többségében helyi közösségek és magánvállalatok segítik adományaikkal az intézmény működését.